Nagyon régóta van kapcsolatunk a Szent István Egyetemmel és több agrár felsőoktatással, és mindig próbáltuk azt a gyakorlatot folytatni, hogy olyan diákokat hozunk, akikre később számíthatunk, hiszen nálunk több mint 300 felsőfokú végzettségű munkavállaló dolgozik, és nagyon fontos számunkra az utánpótlás, és hogy a legjobb tudást tudjuk behozni a cégcsoportba. És ebben egy nagyon nagy lehetőséget látunk, hiszen a duális képzés lehetőséget ad arra, hogy időközben hosszabb gyakorlati idő alatt is megismerjük a kiválasztott diákot, és egyáltalán az alkalmasságát, illetve az ő elkötelezettségét is mérni tudjuk. Remélhetőleg az egy sikeres dolog lesz, hiszen nem csak a oktatási intézmény, hanem nekünk is ez egy újdonság, hiszen ilyen gyakorlati képzés, illetve ilyen jellegű képzés nem volt még. A jelentős feladatokat hárult azért ez a dolog a vállalatokra is, hiszen eddig mindig azt mondtuk, hogy rossz a diákoknak az oktatása és hát az egyetemek felelőssége. Most ebből a felelősségből azt gondolom, hogy átvettünk mi is a vállunkra. Azt szokták mondani mindig a cégek, hogy azért nem vesznek föl gyakornokokat, azért nem foglalkoznak a fiatalokkal, mert nincs is rá idejük. Önöknek van erre idejük? Muszáj lesz erre időt szánni, és muszáj lesz olyan kollégákat mentorként, támogatóként a diákok mellé, akik át fogják tudni azt a tudást, amire nekünk hosszú távon is szükségünk van. Azt gondolom, hogy aki ezt komolyan gondolja a jövőt, vállalati szinten is ebbe beruházni és investálni kell. Mi az, amit kap a diák, a hallgató önöktől, azon kívül, hogy ugye megtanítják a szakma egy részére? Nyilván ennek van egy anyagi támogatási része is, lehetőséget kap, mint ahogy már most is, hogy akár diplomamunkáját, szakdolgozatát nálunk csinálja meg, sőt azt hiszem, hogy támogatnunk is kell, és olyan témákat kell nekünk adni számára, ami igazából a gyakorlati, vagy legalábbis a mi vállalati csoportunknak a részére fontos és hasznos. Milyen szakterületre mehet ez a két hallgató? Most jelen pillanatban mezőgazdasági mérnök szakos hallgatót fogunk fogadni. Hát a kiválasztási folyamat majd működni fog, hiszen a jelentkezések majd azután jönnek, és nyilván itt a belső szakemberek, humán erőgazdálkodással foglalkoznak, ők segíteni fogják a munkát abban, hogy ki legyen az a két diák, aki igazából hozzánk bekerülhet, és ebben a képzési formába jöhet.